Egyiptom király, nem? Szeret aludni nagyon. Velem áll a szája. Tényleg nem tudja abba hagyni, és mindig csak beszélni akar. Szerintem szeret kávézni. Villám gyorsan el tudja dönteni a mérkőzést. Mondjad? Hát tényleg olyan, mint egy erős robot. Ő a legerősebb a csapatban. Most is beteg. Ja, az igaz, hogy beteg, de én nekem az jut eszembe róla, hogy szeret kondiba járni, és kezében van mindig egy súlyzó. Szeret roller rajni edzésen, de sajnos olyan emojit nem találtam, azért választottam inkább a bringát. Amikor utazunk, állandóan füles van a fején. Édes szájú, nagyon. Tényleg egy zseniel csávó. Ő szokta szervezni a hajózásokat. Igen, ő az egyik legnagyobb PSS a csapatban, nem? Lehet. Talán. Szereti a sushit nagyon. Nagyon jó vendéglőket ismer, és amikor külföldön utazunk, akkor sokszor mutat újdonságot. Neki tudnék többet is. Tavaly az jutóról eszembe, hogy volt egy fontos mérkőzésünk, és akkor kérdezték, milyen ez a Pepe, és azt mondta, érettségre készülök. Én ösztönözni szeretném a tovább tanulásban ezzel. Szeret a social media platformokon különböző dolgokat megosztani, ezért választottam ezt. Szereti magát fotózni, és szeret mindig a telefonon a kezében mozogni. Szeret nagyon zenét hallgatni, általában különösen. Szerintem szeret nagyon aludni. Megfogtatok. Olyan, mint a tényleg egy jó fiú lenne, egy szent. Tud sokat nevetni, és szeretem, hogyha ha boldog, úgyhogy gondoltam, hogy tudja folytatni ezzel. Mindig 100%-ban ég, és tényleg mindig motivált. Nagy táncos. Szerintem ez egyértelmű a... Egyértelmű, hogy művésztényekről van szó, szeret festeni, szeret tényleg különböző dolgokat. Így van. Szeretek világot látni. Szeretem a hamburgert. Lehet kettőt is? Nekem kettő van. Igazi rakéta, bomba. Én azt azért választom a sípről, tudom, hogy egy műszaki zseni, és ha bármi szükségem van rá, felszorolni, hogy szerelében tud ott mutatást adni. Középrájunk, vagy úgy, hogy látszódjon a tábla is? Vagy úgy, hogy takarjuk ki.